Telefonnál pedig Kovács Gergő, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke, szervusz! Sziasztok! Van nektek drónotok, hogy ilyen jó légi felvételeket készítetek? Nem, mi sose szoktunk drónozni, a drónfelvételeket mindig ismeretlen emberektől kapjuk, akik ilyen táskákba otthatják a blahalúza téren, és akkor ugye úgy, tehát mi nem semmi törvénytelen természetesen. Nem. Na jó, meg vagyok nyugodva. Ha ugyanis nem tudná a hallgató közönség, akkor két remek drónfelvételt publikáltatok, az Orbánhegyről, Istenem, honnan is ismerős ez a név, szóval az Orbánhegyről, ahol nemrégiben megnyílt a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak egy elit klubja, ez volt korábban a Fonográf klub, hát ezt szépen helyrehozták, gondolom kibővítették, luxussá változtatták, és hát ez hagyján, mert az ott volt már évtizedek óta, na de a környékén letaroltak egy szép kis, nem is olyan kis erdőt, inkább nagyot, és a helyére vagy másfél tucat luxus villát, házat építettek, csak szabadtéri úszómedencéből látok így a levegőből hetet. Mármint az elit klub melletti medencét kivéve. Szóval te, mint 12. kerületi önkormányzati képviselő, mikor szembesültél azzal, hogy milyen nagy itt a, hát nem is rombolás, hanem a mindannyiunk javára elkövetett építés. Mikor láttad ezt meg? Most, hogy eljutott hozzátok a felvétel, vagy már hallottad ennek hírét, esetleg jártál is ott? Hú, hát én ezt elég régóta tudom. Igazából ugye még mi írtuk meg először, hogy a Tiborcz érdekeltségbe került az ekkori Fonográf klub, ami a szelektív hulladékgyűjtés elterjedésének köszönhető, mert épp a egyik szelektív hulladékgyűjtőt látogattam meg, ott nem messze a Normafától, és akkor jött oda egy úr, aki elmondta, hogy hát úgy tudja, hogy így történt, és akkor az ember nyilván megnézi a tulajdoni lapot és kiderül, és hát akkor láttuk az egész környéket is, hogy ott mi történt. Nos, elkezdeném egy kicsit messzebbről, hogy úgy mindenki átlássa a történetet. Szóval ezen a területen, ugye ez nem egy olyan erdő, mint a Normafa, tehát ez nem egy olyan erdő, ami folyamatosan mindig is az volt. A 19. században ugye szőlőtermesztés volt a Schwab-hegy, a Sas-hegy, meg hát a környező hegyek nagy részén, és ugye ekkor már kivágták itt magát az erdőt. Egyébként pont Jókai Mórnak voltak itt, ennek a fele részén legalábbis biztos a Jókai Mórnak voltak a szőlői. Ugye ő itt töltött egy fél évszázadot, legalábbis tavasztól őszig a mai róla elnevezett Költő utcában volt a nyaralója, és akkor lement szőlők. És akkor a szőlők ugye kipusztultak, ezt gondolom ismerik a hallgatók a történetet, a 19. század végén elterjedt itt egy ilyen filoxéra nevű szörnyeteg, ami az ilyen kötött talajra, tehát ami nem homokra volt ültetve, azok a szőlők ugye kipusztultak. És akkor utána elkezdett apránként visszaerdősödni ez a rész, és megszerezték a piaristák, egy részét adományozás után révén kapták, egy részét pedig megvásárolták. És akkor jött a csodálatos szocializmus, ugye államosították ezt a területet, és akkor végül az egyházi kárpótlás részeként, ugye amikor visszakapták a egyházak a tulajdonaikat a 90-es évek elején, akkor került újra, ez egész pontosan a piarista rend magyar tartománya lett a tulajdonosa ennek az egész területnek, tehát mind az erdőnek, ami addigra hát nagyon nehezen megkülönböztethető volt egy erdőtől, illetve magának az egykori Fonográf klub területének. Most ugye ez egyébként hivatalosan nem erdő pont emiatt, tehát ugye ezt meghagyta lakóvezetbe, mind az önkormányzat nem kezdeményezte, ugye mind a főváros, aki a végső döntést meghozhatná, tehát ezeket be lehetett építeni, és akkor én leveleztem is a piarista rend talán nagymesterével, vagy valami nagyon hasonló titulusa van, és ők már korábban azt írták, hogy nem igazán látják a megfelelő célú hasznosítást ennek a területnek, és elképzelhető, hogy értékesíteni fogják. És akkor ugye ez is történt, hát itt ugye egy részét nem adták el, tehát egy részen a piaristák kezdtek el, pont egyébként ezt a sok úszómedencét, amit említettél, azokat az épületeket ezt a piaristák építették a Portus Buda Gruppal, meg a PBG-vel, illetve a híres építész Városi Gábornak a cégével közösen,
A többi pedig ugye eladták, és hát ingatlan befektetők kezdtek el rajta építkezni, illetve hát lassan be is fejezik. De ezek a luxus épületek a piaristákéi? Hát feltételezem, hogy értékesítik, tehát ők itt egy ilyen ingatlan befektetést valósítanak meg. Ugye a piaristáknak vannak ilyen projektjeik egyébként több is az országban. Aha, hát érdekes ez az ingatlan beruházás, ingatlan fejlesztési tevékenység. No, szóval a dolog lényege, hogy azért itt piaristák, de mások is felbukkantak. Tiborcz Istvántól Szíj Lászlóig, hogy néhány ismert nevet is említsünk, ugye? Ez már akkor igen, is világos volt neked? A fonográf ugye az a BDPST-hez került, ugye ez egyértelműen Tiborcz Istvánhoz köthető. A mellette levő telek az először Andy Vajnának az egyik cégéhez került, majd onnan egy másik cégen keresztül ugye Szíj Lászlóhoz, illetve ez a Olyák nevű ember, ez ugye a régi harcostársa a Szíj úrnak, ugye még onnan Tiszakécskéről. És egyébként a egész teleknek a túloldalán ott szintén van egy épület, amit először szintén Tiborcz-féle cég épített, aztán került át. De egyébként az egész környék ilyen, tehát ugye itt vannak még olyan hát lakóvezetek, amik nincsenek beépítve, és amikor az ember mondjuk a várból ránéz a 12. kerületre, akkor nagyjából ezeket látja egyébként még erdősfoltnak. Hát sajnos ennek egy nagy része lakóvezet. Van, amit az OTP ingatlan vásárolt meg, nyilván lakóparkot akar építeni, a Mártonhegyi út mellett ott a Pár Attila szerezte meg, és ő fog majd építkezni valószínűleg, szóval ezek így lassan apránként eltűnnek. A munkásmozgalom régi, nem, a munkaalapú társadalom régi harcosairól van szó. Jól fogalmazom, igen. Szóval úgy nagyjából azt lehet sejteni, a képről ugye ember elkezd számolgatni, hogy ez a nem erdő, de mégiscsak erdőnek látszó terület, hát ez sok tucat fa, de lehet, hogy 100 is, amit ki kellett ott vágni, nem? Hát 3 hektár, tehát nagyjából 30 000 négyzetméter terület. Lehet számolgatni, nem tudom pontosan a számot, de hát nyilván sok 100 fáról van szó, ami ott eltűnt. Egyébként, ami még egy nagy aggódalom itt a 12. kerületben, ugye az a Csillebérci úttörő tábornak a területe, ez viszont már egy komolyabb, tehát itt 50 hektárról van szó, ugye ez fel akkora, mint a Margit sziget, egy hatalmas terület, ugye nagyon értékes, szerintem körülbelül számolgattuk, kb. 100 milliárd forintot érhet az ingatlan, és ugye ezt megkapta ez a csodálatos Kárpát-medencei gyermekek táboroztatásáért alapítvány, tehát ezt is ugye eltolvonással sikerült ilyen Fidesz közeli. 100 milliárdos értéket? Jézusom! Hát 50 hektár a normafa mellett, ugye ezt viszonylag könnyű kiszámolni. Itt egyébként egyelőre az a terv, és azt mondják, hogy továbbra is gyermekek táboroztatása lesz, hogy ezt felújítják, majd ha ad az EU pénzt, a szokás szöveg, úgyhogy meglátjuk, de ez aggasztó. És egyébként van több ilyen, tehát a Konkoli Tege út mellett is bőven vannak olyan erdők, amik erdők hivatalosan, és konkrétan ingatlan befektető cégek vásároltak meg. És ugye vajon miért vásárol meg egy ingatlan befektető egy erdőt? Nyilván vár arra, hogy mi fog történni, és csak úgy érdekességként mondom, az egyik ilyen erdős részt, amit árultak, ami full erdő, ez a Edvillés út mentén van, ott én felhívtam a ingatlanos hölgyet, hogy érdeklődnék, hogy mi van, és hát így panaszkodtam, hogy hát nem nagyon lehet ide építkezni, ugye, mert hogy olyan a szabályzat, és akkor mondta a hölgy, hogy hát igen, szerintem ezt olyannak érdemes megvásárolni, aki hát jobban van az önkormányzat. El tudja intézni. Na most például egy ilyen ügyben, mint ez a mostani, vagy a következőkben, amik még várhatók, a kerületi önkormányzatnak lehetett volna valami befolyása, beleszólása abba, hogy mi történjen és mi nem? Ez nagyon vegyes. Tehát ugye amíg az önkormányzat tulajdonában van valami, addig igazából simán megteheti, hogy ezeket átminősíti erdővé. Bőven voltak ilyen telkek egyébként, erdős részek mellett, amikkel megtehette volna. Ugye ezt a főváros hozza meg a végső döntést, de nyilván nem fog ellenkezni, ha egy kerület erdőt szeretne. Na most, amikor már magántulajdonba kerül egy ilyen terület, akkor sokkal nehezebb a helyzet, akkor is meg lehet csinálni, akkor is erdővé lehet minősíteni. Viszont ugye ki kell fizetni azt a értékcsökkenést, ugye, amit a tulajdonos elszenved. És ez igazából logikus és érthető.
Tehát nagyon sokba kerül, de meg lehet egyébként azt is jelenti, hogy erdők ma, de tényleg nem kétféle. Arról van valami fogalmat, hogy milyen értékű házak, ingatlanok épültek ott? Hát négyzetméter árakat láttunk, az 3-4 millió forint egy négyzetméter, ahol ennyire árulják. Hát sok jó ember kis helyen is elfér, és akkor nem olyan drága, nem? Igen, mert hát ugye hát így, hogy saját külön medence van, azért mégiscsak könnyebb lesz egymás mellett élni, gondolom. Köszönöm szépen Kovács Gergőnek, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnökének. Szervusz! Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok!